kialakult egy egyre bővülő létszámú csapat Tolnán, aki szívén viseli a város történet legértékesebb darabjainak összegyűjtését. A Tolna megyében működő értéktárbizottságokból az egyik legaktívabb a tolnai. A Covid okozta pangás után a testület újabb, a város történet számára értékes elemeket emelt be a helyi értéktárba. Itt van mindjárt ez a kis kápolna, mely a Mária ünnepkörhöz kötődően épült. Egy katolikus, keleti, ortodox és nyugati ünnepnek is tartjuk. Keletről hozták felénk ezt a Mária ünnepeket. És Sixtus pápa az egész egyházra igazából előírta ennek az ünneplését. 543-ban bal lehet erre dőztetni, a jeruzsálemi templom közelébe épült az első Mária kápolna. A Szűz Mária vélhetett születési helyére hozták fel, és innen terjedt. Az országunkban is több helyen terjedt el, és vélhetően, hogy a németek hozták ezt a településünkre, és a német betelepülés idején az országunkban is egyre több helyen építették ezt a kápolnát. Így vélhetően Tolnára is a német betelepülés után került ide, és építették meg a kápolnát. Ezzel is egy újabb katolikus ünnepet valósítottunk meg. A Bajcsy-Zsilinszky utcában található kis kegyhelyet 1859-ben állították a már meglévő Wendel-szobor mellé. Steinbach Péterné és Hermann Rozália nevéhez fűződik a létrehozása. A bizottság tagjai helyi értékként jelölték meg a Mőzsi Szabó Istvánról szóló Testamentum címet viselő kötetet, mely a festőművész saját kéziratával összeállított élettörténetét tartalmazza. Eredeti kéziratát már halála után felesége Mőzsi Szabó István és Aramó Györgyi hozta össze, szerkesztette meg, Pista bácsi barátaival, pályatársai segítségével hozták össze ezt a könyvet. Ez minden fontosabb állomás az életének, minden fontosabb állomásához, a meghatározó hozzá illő festményekkel van illusztrálva. Azon kívül kiegészítve a Vigyázó tornyok és a Haláltánc ballada eredeti lapjai is bekerültek. Ezek már a későbbiek, tehát ezt már később tették hozzá az eredeti kézirataihoz. A könyvbe már olyan művek is bekerültek, amik korábban egyáltalán nem, vagy csak kevéssé voltak publikálva. A tolnaiak életében a víz meghatározó. Nem véletlen, hogy a mostani felterjesztések között kettő a Dunához kötődő érték is van. Az egyik a tolnai halászok emlékezetéhez köthető. Tudva levő, hogy Tolna történelme nagyon szorosan kötődik a Dunához, tehát mai napig kezdetektől, és a vízi mesterségek közé tartozott, ma már annyira nem, a halászat is. A régmúltból elég sok adat maradt fent róluk, de főként inkább a szegény halászokról szólt a történet. Majd később rendeződött a halászok, illetve az irodalom kapcsolata, és halásztanyákat hoztak létre. Majd ezt követően, és azért első József 1781-ben privilégiumot adott Tolna vármegye tolnai halászainak, és céhet alapítottak. Na, innentől megváltozott jelentősen a halászat helyzete is. Egész C-dinasztiák alakultak meg, és azt lehet mondani, hogy ezeknek a dinasztiáknak a leszármazottai nem csak a nevüket, hanem a szokásaikat is megtartották és továbbhozták. Ide tartozik például a halászlé, amire azt mondhatjuk, hogy a napjainkban is a halászlé főzés, hát az fontos és elengedhetetlen, és valóban egész közösségeket képes összetartani. Tolnai volt ugyan a cég, de más településekről is jártak ide halászatot tanulni. Ez jelentősen összehozta a dunamenti településeket, és olyan kötődések alakultak ki, ami azért a települések között
fennmaradt, akár a mai napig is, akár a helyiek, illetve elszármazottak körében is. Aki a cég életéről többet szeretne tudni, a város monográfiájában talál benne további információkat. De Tolna nem csak a halászata miatt volt jelentős Hajdanában, hanem a rév miatt is. Tolna földrajzi adottságai már a római korban is adottak voltak, és jelentős átkelő hely volt a nyugati és a kelet, a régió nyugati és keleti oldalai között. A 19. századtól már fennmaradtak azok az adatok, amik a szállítási tarifákról szóltak, illetve a szállító eszközökről is maradtak fent. Mindaddig a rév nagyon fontos szerepet töltött be a település gazdasági életében is, hiszen minden kereskedelmet és minden a gazdaságot ezzel tudták fenntartani. Az első András 1055-ben a Tihanyi alapítólevél kiadásától lehet nyomon követni azt a tevékenységet, ami a település gazdaságát illette, és illetve a története. A tolnai rév sorsát a Duna szabályozás pecsételte meg. Az utolsó készülést az 1937-es határozat tette meg, melynek eredményeként közúti híd épült Bogyiszló és Tolna között, melyet a forgalomnak egy évvel később át is adtak. A tolnai rév történetéről a Városvédő Egyesület támogatásával Varga Mihály helytörténész is dolgozatot. A kiadvány a Városi Könyvtárban megtalálható mindazok számára, akik érdeklődnek Tolna egykori élete után.